A videót támogatta az Air Max Hungary. Minden, amire szükséged lehet a légrugós futóművethez, egy helyen. A videót támogatta a BM Autopolir. Sziasztok, Barta Marcell vagyok, és enyém a BM Autopolir. Fényezés korrekcióval, autópolírozással, különböző bevonatoknak a telepítésével, kerámia, grafén, wax, ugye plusz még ugye belső tértakarítással is foglalkozok, vizes belső, bőrtisztítás, bármi, ami kell. Southbase-zel hoztunk nektek egy nyereményjátékot, fel kell iratkoznotok a Southbase-nek a Patreon oldalára, 2 csomag található. Ha a nagyobbik csomagot választod, akkor kétszeres eséllyel indulsz a sorsolásba. Ami pedig ugye a nyeremény lesz, az pedig egy 3 lépcsős polírozás, plusz egy kerámia bevonattal fogjuk zárni, ami ugye 3 éves tartós bevonat. És a legfontosabbat még el is felejtettem nektek mondani. Tövessétek be Southbase-nek az összes social media oldalát, és ugyanúgy engem is kövessetek be Instán, TikTokon és Facebookon. Irány a Southbase-nek a Patreon oldala, és mindenki iratkozzon fel. Peti barátunkat, aki megnyerte a vezérlőt, azt én meg fogom lepni. Nem tud semmit arról, hogy megjött ez a cucc, amit ő rendelt. Elég sok mindent így az autójához. Ez megérkezett, de nem tud róla semmit. Tehát mindig így húztuk, halasztottuk, és összebeszéltem a Mátyás cimborájával, Matyival, és kicsit így át fogjuk baszni. Ami annyit jelent, hogy ma majd be fogok hozzájuk menni föl Balaton-Szentgyörgyre, és ők ott fognak szerelni. Egyébként itt van most telefonvonalban Matyi, köszönj egyet a nézőknek! Ha valaki szólaljon, már meg a telefonban! Na az van, gyerekek, hogy most fogunk indulni Petihez, bepakolom a kis csomagjait, aztán elindulunk föl Balaton-Szentgyörgyre, és elvileg ugye Matyival összebeszéltünk, és semmit nem tud róla, sőt, de ezt majd be fogom vágni, küldött ma most egy pár perccel ezelőtt egy üzenetet, hogy mi újság a csomaggal, én meg geci módon írtam neki, hogy hát sajnos eddig még semmi. Úgyhogy ennyi a tényállás, elég ilyen hülye eső, sáros idő van a mai napokban, aztán jobban örültem volna, hogyha picit jobb idő van. Florikám elég retkes, de majd napokban kitakarítjuk. De induljunk! Ez itt a reklámhelye. BM Autopolirral van közösen egy nyereményjátékunk, ami egy elég nagy értékű ajándékcsomag a részéről. Ebben található egy 3 lépcsős polírozás, és az ezt lezáró 3 évig tartó kerámia bevonat így az autóra. Ez így mérettől független, szóval teljesen mindegy, hogy milyen autód van. Ezt lehet megnyerni. Igazából nagyon egyszerű a feladatotok. Az a lényeg, hogy a Patreon oldalunkon fel kell iratkoznotok, hogy található 2 darab csomag, 2 darab ilyen tagsági csomag, van egy kisebb és van egy nagyobb. Teljesen mindegy, hogy melyikre iratkoztok föl. Az a lényeg, azt jegyezzétek meg, hogyha a nagyobbik csomagot válasszátok, akkor a nevetek duplán fog majd számítani a sorsolásnál. Március 31-én fog a Marci sorsolni, és ezt majd Instán élőbe fogjuk közvetíteni, úgyhogy tudjátok, csak a szokásos mondókkal ilyenkor, tartsatok velünk, iratkozzatok fel, kövessetek be minket mindenhol, csengőzzetek,
jó pörgessük meg, gyerekek, az oldalt, hogy így menjen, így jusson el mindenkihez. Aztán közben most meg így úton vagyok Peti barátom felé. Ő volt az, aki a veszprémi Veszprész autó találkozón megnyerte a vezérlőt, az Air Max vezérlőt, amit ugye az Outlook Garage szervezett. És Peti úgy volt vele, hogy ha már csinál valamit, akkor az legyen fasza. Rendelt hozzá futóművet golfhoz, illetve még egy-két ilyen kiegészítőt, kompresszort, ilyesmit. Megérkezett a napokban a csomagja, és a Matyi barátjával összebeszéltünk, hogy akkor lepjük meg ezt a kis bolondot. Ott vannak a Matyinak a műhelyébe, valamit csinálgatnak a golfon, nem tudom pontosan. Egyszer csak én be fogok toppani, úgyhogy ha nézel ezt a videót, Petikém, akkor nagyon remélem, hogy meg fogsz lepődni. Nagyon kíváncsi vagyok már az arcodra. Nézzétek! Jó népet itt cseszegetik. Szegények. Na mindegy. Ennyike. Iratkozzatok fő! Hát ezt közben meg kell mutassam, gyerekek. Remélem, hogy látszik faszán. Közben írt a Matyi, hogy nagyon nagyon depi hangulat van. Jaj, Petikém, nem ismersz még engem, az a helyzet. Viszont azon gondolkodtam, nem tudom, így, hát lehet, hogy sokan ismerik a Petit így a nézők közül, és azon agyaltam, hogy azért a srác azért nem egy kis darab, szóval én lehet, hogy megfordult a fejembe az, hogy mi van akkor, hogyha ő ezt amúgy így kajak nem veszi meglepetésnek vagy poénak, és így akkorát lebasz. Hát ez annyira nem volt jó ötlet. Most hívott a Matyi az előbb, mondta, hogy most már nagyon-nagyon ilyen elment a kedve most az egésztől. Megérkeztünk, és 200 méterre van a 11-es házszám. Most már nem fogom leállítani a kamerát. Azt mondtam, hogy nyitva hagyja a kaput. Mizu! Engem ne vegyél! De nem, Mizu! Bent van éppen. Mi? Be tudod, ahol még egy van. Beállok, most már nem variálok, beállok így óra. Ja, jó. Jó. Jó, gyerekek, nem kaptam maflást, bár még lehet, hogy benne van a pakliban, nem tudom. Meg itt a Jézuska. Azt gondoltam, eljövök, megnézem, hogy mit csinálsz, és akkor helybe hozom a problémát. Nem, ez már probléma vége. Mit? Ez már probléma vége. Depis voltál már? Azt nem, mondtam, Matyi, nem, hogy nem, már. Nem. Aha. Ja. Annyi, hogy nem alszok két napja, nem, hogy semmi komoly. És talál kell azért szúrni, nem? Vagy? Kiderül. Megmondom összintén, ilyenkor mi azt szoktuk csinálni, csak ez egy ilyen fasság amúgy, mert megszopatod saját magad, hogy ilyenkor mi azt szoktuk csinálni, hogy berakjuk a futóművet így a helyére, csak így, hogy épp, hogy bekapatod, és megnézzük, hogy áll. Mondom, én nem bontom ki ezt az örömet, ezt meghagyom neked, mert általában kiszoktam azért bontani, hogy minden megvan ebben. Ja. Petinek a kérdése az lesz, hogyha majd ide beül, akkor mi lesz itt a helyzet. Egyébként a mázid az lesz, majd hogyha kibontod, akkor megmutatom, hogy mivel fogod tudni faszán beállítani, de azzal
Azzal sok időtök el fog menni, amire megtaláljátok azt a pontot, hogy az itt álljon meg, itt, egy minivel fölötte, hogy ne érjen hozzá. De amikor ki van engedve, teljesen be lehet állítani amúgy. Mert ugye az alsó tokrész, ami a hídba be fog csatlakozni, az ugye egy menetes száron van rajta. És azzal tudtok variálni, hogy ne koppanjon le. Lehet csak téglát. Jó, hogy nem tudtam bányjáni rajta valacsony. Ezekkel fogod tudni állítani a keménységet. Uh-huh. Ezek a csőcsatlakozók, tudod, a fémhálós után. Uh-huh. Ezzel meg majd ezeket fogod tudni lehúzni. Uh-huh. Ilyen rett kis kézzel fogdossam kézzel. Jajjaj. Tajrét. Na és az az a tok rész, amit ugye be kell lőnötök, hogy amikor kiengedett állapotban... Az alja megy, ja. Igen. Mire fasz? Hát kaptál ajándékba egy ilyet. Na ez igen. Jó, az az enyém, na mindig. Kaptam, jó? Nézd meg. Szoktak általában... Minden rendeléshez egyébként szoktak valami kis ajándékot adni. Hát azzal kell majd, ugye, nektek mondtakolni, mert elő szerintem hamarabb fel fog ülni a... Na azzal rábeszéltem a Petéket, hogy próbáljuk be a futóművet. Úgyhogy most kiszedik belőle, ami... Mi ez? Gevinde van alatta? Gevinde van alatta? Híres TA. Ez a híres TA, úgyhogy kipróbáljuk, hogy hova fog esni. Már ment itt a móka, hogy nézem. Ja, meg az új az annyiba másabb, hogy itt az új szerptömb, hogy itt ahol van az Air Max felirat, itt a teteje, ez ugye ilyen, nem tudom milyen anyagból van, de szerintem ilyen valami plexi, és az Air Max felirat az átlátszó, és belelátsz a szerptömbbe. Kurva jól néz ki. Az is megnyílt meg, mert lustalik el, mert én kókésztetek, hogy menj le érte. A villás, nem? Villással nem lehet. Persze. Milyen? 16 vagy 7. Arra húzott te! Mi csinálsz, cigány? Mi a lámparázás? Jó, a faszom. Nem szeretem a kamerákat. Az mi? Az a kurva! Ennyire lusták nem lehettek, hallod? Az a helyzet, hogy megszoktuk húzni. Jó. A batyában nincs játék. Az a kurva! Hajlítod. Nincs semmi sem ugyanaz. Kicsapod? Hol? Te. Mi van? Üzemanyag, vagy mi? Ja, valami jó. Fékcsőben csöpög le valami. Nem az van. Fékcsőben. Neved, kapcsuk. Nem. Fény derül mindenre most. Peti. Szóval az nem fékolaj, amúgy ezt most mondom. Víz, balc. Na, honnan a faszom vintal hetet? Víz. Folyik ki a hátsó hidatból. Gondolom, ahogy megemelted, tudod, most ilyen buzinál a híd, és kifolyt belőle. Ó, az egy fiú, nézzétek csak. Hét szilent, te nem tréfál a fiú. Le van fejtő. Ja? Adott itt ez a dolgokra. Mit? Az röpedjen el. Ja? Tessék, megálljanak, hogy ezt kihozzuk szépen. Fekvigyél meg. Meleg. Ott fogod meg ezt az ütőt. Azt a kis fogót hozzad. Tomorrow. Hú, az ma most hogy fog ülni oda nézni. Fingani ér vagy csaljak? Nem mindegy. Ez így is, úgy is. Beszarás. Így is napi szarról, ez fordítva ne hallom. Ja. Miért? Fordítva. Miért így teszed be a toronyba te? Peti, videó... Neked van kettes golfot, bazd meg? Videóznak próbálj ne csinálni, hogy a szerelő lenni. Ilyen vele, bazd meg.
anyája, maci volt. Nem, majd meg a lábam nyomkodta.